Masterlass Boyron összecsapás itt a Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokságban és az Alba Ligában, az első osztályban. Megtiszteltel köszöntöm kedves nézőinket, Pintér Norbert operátor kollégám nevében is, innen a Phoenix csarnokból. Itt a 16. fordulóban, tehát Masterplast Boyron homeopátia, Németh Zoltánt hallják. A találkozó érdekesnek ígérkezik, hiszen azért mindenképpen két élgárda csap össze, ezt nyugodtan elmondhatjuk. A Masterplast jelen pillanatban a harmadik helyen áll a tabellán, míg a Boyron homeopátia 14 mérkőzés után az ötödik a 11 csapatos bajnokságban, tehát azért mind a két gárda a bajnokság első feléhez tartozik. Sárga mezben látjuk majd a pályán a Masterplast gárdáját, míg pirosban a Boyron homeopátia együttesét. Nézzük az összeállításokat. A Masterplastnál a kapuban egyessel Rothauszki Attila, a mezőnyben hármassal Sranc Zsolt, miközben elkezdődött a találkozó. 7-essel Salad Zoltán, 9-essel Dobri Ferenc, 5-essel Tíber Szabolcs, 4-essel Bartos Barnabás, 6-ossal Zitek Zsolt, 2-essel Bíró Ákos, és ha minden igaz, 14-essel Tibor Dávid, illetve 13-assal Galaci János. Ami a másik oldalt illeti, a Boyron homeopátia csapatát, Wittner Máté a kapuban, a mezőnyben 55-ossel Vas Ádám, 10-essel Gárber László, 7-essel Varga Csaba, 66-ossal Németh Gábor, 12-essel Molnár Tamás, 20-assal Kummer Máté és 30-assal Klémán Máté. Ez tehát a két csapat összeállítása. Ahogy említettem, a tabellán a Masterplast a harmadik helyen áll. A csapat 13 meccset játszott eddig, ezeken 9 győzelem, 1 döntetlen és 3 vereség a mérleg. 56-36-os gólarány, 28 pont. Még a Boyron homeopátia 14 meccs után 6 győzelem, 3 döntetlen és 5 vereség. 45 rúgott, 47 kapott gól, tehát hiába több a győzelmek száma, gólaránya a csapatnak mínuszos, egész pontosan mínusz 2-es. A tabella most úgy fest, hogy első a Bádogos, Gréco Petrol 37 ponttal, 32 pontos a Döcös, és 28 pontos a Masterplast, amely így tehát a listavezetővel szemben 9 pontos hátrányban van, miközben a második Döcös mögött 4 pont a lemaradása. A negyedik a Ringby 22 ponttal, tehát azért a Masterplast biztosan őrzi a harmadik helyét, 6 pont az előnye a negyedikkel szemben, és 21 pontos a Boyron. Tehát a most pályalevő két csapat között 7 pont a különbség. Csak a rendkedvéért 6. a Pasakebab, Dávid Kis Kft. 20 ponttal, 7. a Sárépszer 15 ponttal, 8. a Pelszotul, 9. a Fehérvárspet 13-13 ponttal, 9 ponttal 10. a Fortrans, és mindössze 3 ponttal 11. az Alba Csavar együttese. Az előbb láthatunk egy remek kis Salad Zoltán szabadrúgást, ez elkerülte a kaput, ennél komolyabb veszély egyelőre még nem alakult ki a meccsen. Tíber Szabolcs a labdával. Ez egy veszélyes támadás lehet. Egy picit volt hosszú, így viszont kirúgás lesz. Nem ért el Vas Ádám a labdát. Ez könnyed labda volt most. Klémán. Varga Csaba előre, lehet ez kapus kezében kötött ki. Tíber. Jó a csúsztatás, az úgy helyzet, és nagyot kellett védenie bizony. Kummer lövése után Rothauszkinak. 4. percben, ez bizony helyzet volt. Az eddigi legnagyobb. Ez egy érdekes bedobás volt, elengedték a játékvezetők, és véletlenül emiatt nem fújják le a szabad, fújják be a szabadrúgás sem. Salac. Vas. Tíber jött a szélről, sikerült is megállítania. Vas, hoppá! Aztán Vasban akad el Varga labdája. Kezdheti előről az építkezést a Boyron. Klémán. Ez így szabadrugás, Salac akasztotta meg.
Klémán mozdul be, szállják is neki a labdát, Sranc fejeli ki, Salad Zoltán pedig próbálna lefordulni. Nem ment még ki. Tiber. Beleért az egyik piros mezes, úgyhogy ha kimegy, akkor jöhetett volna a masterclass. Most már így mondom, hogy jöhetett volna, mert végül nem ment ki a labda. Szépen hozzák ki a piros mezesek. Tibor Dávid. A harcosság a labdaszerzést ért. Az egy helyzet lehet, de belelépnek. Sranc tisztázott. Molnár, majd Varga. Dombi zárt vissza. Opa, aztán Varga koccantja össze Tiber lábát, szabadrúgás. A két csapat őszi meccse eléggé simára sikeredett. Ott 5-0-ra nyert 2-0-es fél idő után a Masterplast. Egy Salac két gólt rúgott. Kovács Attila, aki most nem lép pályára a Masterplastban, pedig 3-at. És ez egy 5-0-es meccs volt. Ők ketten egyébként a legjobb góllevői a Masterplastnak. Az megpattan, Dombi nem tud befordulni, kirúgás. Salac Zoltán 15 gólos a bajnokságban, Kovács 13. Hetet lőtt Szőlősi Tibor, aki szintén sérült, nincs itt. 6 gólos Dombi Ferenc, 4 Bartos Barnabás, 2 Galaci János, Bíró Ákos, Rothauszki Attila 1-1 gólt rúgott, Zitek Zsolt, Tiber Szabolcs 2-2-t, még Sranc Zsolt 3-at. Tehát már a kapus is betalált a Masterclassban. Az kezelés volt, igen. A másik oldalon Molnár Tamás 12 gólos, hetet lőtt Klémán Máté, 6 gólos Molnár Tibor, aki most nincs a pályán, 5 gólos Gerber László, 3-szor talált be Bognár Bence és Kummer Máté, 2 gólos Németh Gábor, Szabó Balázs, Kormán Máté és Varga Csaba. Igen, nézzük a szabadrúgást. Óriási a készülődés, nem csoda, hiszen jó szög. Na most jön meg a sípszó, a lövés viszont nem volt annyira jó, elkerült a kaput, Vas Ádám tűzte rá, marad a 0-0 a 7. percben. Sranc engedi el, dobás lesz a Masterplastnak. Jól látta meg Galacit Salac. Tiber, ugye szép volt, csak hosszú Dombinak. Klémán. Fogja betenni a védők mögé, Rothauszki jött ki a kapujából, Klémán. Jól indult el, csak hosszam, tolta meg, dobhatnak a sárgák. Dombiról megy ki, dobás. Masterclass dob, kicsit meg van lepve a piros mezes csapat, hozzáteszem én is, meg vagyok lepve, ezen Dombiról ment ki. Tiber, Klémán veszi el tőle most, Klémán indulhat, egyelőre több a védő, mint a támadó, és egy szép tiszta szerelés Salactól. A védekezés jó, mert mind a két oldalon. Az szabad. Salac Zoltán döntötte fel Vast, szabadrúgás, és ez még talán jobb szög, mint az előbb volt. Megint csak Vas maradott a labda mögött. Na nézzük, Vas készül nagyon, háromtagú a sorfal. Lennének meglepve, ha legurítaná. Igen, ez meg is történik. Uha, aztán egy Luftwaffe ott a sarokban. Molnár nem talált el a labdát. A
Rothauski előre, kedvező pozícióban Varga, telibe bombázza a plafont, dobhat majd a sárga mezes gárda. Galaci, Tiber, Salac előtt marad a labda, megpattan, ki fog menni, Masterplast jöhet. Galaci, Tiber, Salac, ez a kapusé, Wittner szedte össze, és már Lobby előre, 2-1 a pirosak, és sikerül elbelőni Evasnak a visszafutós rancot. Helyzet lehetett volna. Cserél közben a Bojron, Kummer helyére jött. 66-ossal Németh Gábor. Klémán. Klémán, mond is helyzet volt, ott átlíték a kapus előtt a labdát, és nagyon hitlen kellett reagálnia, az volt a szerencsé, hogy pont oda jött, ahol állt. Aztán kipattan, abból még majdnem baj lett. Galaci, csak ki tudta küzdeni, Dombi indul el, de ott nagy a túlerő. Dobhatnak a sárgák. 11. perc, gól nélkül eddig. Galaci. Tiber. Tiber, aki nagyon jó rugó technikája van, hát ugye a név kötelez. Tiber László fiáról van szó. Ha hely nyújt neki, hogy rákészüljön, illetve megnézze magának a kaput, akkor életveszélyes lehet. Dombi jól fordult le. Varga került a földre, de mehetett tovább előnyszabállyal. Dombi Ferencről ment ki a labda. 3-2 megint a pirosak. Az egy jó lövés, a kipattanó, ott már nem fordult rá Németh, kipörült a labda. Nagyon gyorsan meg tud lépni a Bojron, és ebben már nem először alakított aki létszám fölényes helyzetet. Lehet gondja ezzel majd a Masterplastnak. Vas. Varga adja el, Galaci. Molnár, Klémán. Klémánt állítja meg a túlerő, de most túlságosan egy Stócban. Sárga mezesek. Sranc. Tibertől most elpattan a labda. Ütközik egy keményet. Vassal. Könyöke Vasnak, ezért jár a szabad rúgás, két tagú a sorfal, Tiber a labda mögött, Salac lemegy oda a bal szélre, nem lennék meglepve, ha ő kapná, nem, végül is a jobb oldalon Sranc. És most viszont vigyázni kell, mert megint csak megléptek 3-1 át középre, és ez is elmegy a kapu előtt, Vas hagyta ki. Biztosra kell menni ezekkel a lövésekkel a sárga mezeseknek, mert villámgyorsan lefordul vele a Bojron. Dombi. Vas. Dombi üldözi. Még mindig Vas. Aztán Salac
lép oda nagyon határozottan, de nem tudják kihozni a sárga mezesek Klímán. Szép cselől indul el Salac. Salac még mindig, ez most szabadrúgás. Gyönyörű volt a cselön, de elindult. Cseréltek a piros mezesek. Garber jött be most helyére. Tizenötödik perc, gólt még nem láttunk. A helyzetek már azért akadtak. Sranc és Salac a labda mögött, Tiber beáll a kapuba. Aztán Salac maradott. Salac, elsült a balos Salacnál, a 16. percben megszerzi a vezetést a Masterplast. Hát arra azért lehet számítani, hogyha a ballábára kerül Salacnak a labda, akkor van esély a gólra, hát meg is született most. Megszerzi a vezetést a Masterplast. Hoppá, Rosszauszki kezéből kicsúszik. Szerencséjük volt, hogy nem volt ott piros mezes most, Zitek. Sranc előre, Dombi, illetve Tiber felé. Elcsúszott Garber lába alatt. Még nincs kint. Most megy ki. A Masterclass dobhat. Salac. Na, rápötyinti az ellenfélre. Galaci. Rothauski. Tiberről perül tovább. Most cserélnek közben a pirosak. Most ért vissza. Molnár ment le egyébként. 17. perc, Salac Zoltán szabadrúgás góljával vezet a sárga mezes Masterclass. Klímán reklamált közben. Bojron reklamál egy szabálytalanságot, amit Klímán ellen elkövettek. A játékvezető odahívja magához Klímánt. Tiber. Tiberről megy ki. A piros, aki a labda. Klémán. Klémán. Nem csapattástól kapta vissza a labdát, de megkapta. Aztán Salac állította meg Klémánt. Galaci pattintotta rá, közben a labdát Németh Gáborra, kirúgás lesz. Rothauski gyorsan elvégzi, Zitek. Galaci, a hosszú oldalon megy Tiber, kapja is Tiber. Egy picit hosszan tolta el, de nagyon harcos volt. Hoppá, az lecsúszott Galaci lábáról. Vas. Klímám. Az jó lett volna, Vas kereste Klímánt, aki próbál bemozogni a védők mögé.
Jó volt az elképzelés, elakadt végül ott az egyik sárga mezes játékosban, Klímán. Bas. Hát a Kevin Wittnerig. Most indul meg, majd határozottan jött Zitek. Majd tovább. Garber. Varga. Klémán. Klémán lövi el. Rothauski. 20. perc, kezdődik az első félidő hajrája, 1-0-ra vezet Család szabadrúgás góljával a Masterplast a Boyron homeopátia ellen. Egy lövés Galacitól, ez mellé. Az eddig szép, Galaci. Már ott már nagyon kikeveredett. Sárgák dobnak. Hoppá! Nem számított Bartos legurítására Salac. Ujjjj, ott már most megléphetett volna Vas, de mérges. Csodálom. Mellé kirúgás. Tovább, belengedték gyorsan, hosszú. Kummer ment ott a jobb szélen, hosszú volt neki. Marad az 1-0 a Masterclassnak. Két ember közé jött az indítás. Wittner. Ott volt egy kis kézi munka is. Szabadrugása sárgáknak. Zitek került a földre. Galaci a labda mögött. Bement Salac, ő helyére bejött Bíró Ákos. Rothauski, Galaci. Bartos. Galaci és Rothauski jön ki a kapujából. Garber. Vas. Ez a Garbernek 23. perc. Hamarosan véget értett az első félidő, egyelőre egy gólt láttunk, egy szabadrúgás gólt. Csalac Zoltán rúgott, ezzel vezet a Masterplast. Bartos. Az jó! És a kapufáról jön ki Kummer lövése, hát ez volt eddig a talán legkomolyabb egyenlítési lehetőség. Ez meg mellé, Vas. Hát a mekkora helyzetek maradnak most ki a Masterplast kapuja előtt, elképesztő. Marad a Masterplastnál a labda.
egészen eddig Klémán. Ez így helyzet lehet, Vas visszapattan hozzá, ez a labda pedig már nem jó. Az első fél idő utolsó percében járunk. Vas. Hoppá, és ez becsorog. Éppen belefért még az első játék részbe. Ez a gól 1-1. Jól tolta meg Vas, szépen is lőtte el. És aztán átcsorgott a labda a Rothauski lábai között, hozzáteszem, jó erő volt a lövésben. És hát el kellett tenni, azt mondja, két meccsen 75 percnek, hogy gólt tudjon rúgni a Boyron a Masterclassnak, hiszen össze ugye 5-0-ra nyert a Masterclass, most a szünetben 1-1 az állás. Kettő gólt láttunk az első 25 percben, Salad Zoltán szerzett vezetést a sárgamezes Masterclassnak. Méghozzá egy szabad rúgás után, ez a 16. percben történt, majd az első játékrés utolsó másodperceiben kiegyejtett Vas Ádám, így áll 1-1-re a meccs, Salasz pedig rögtön megkínálta egy balos halotta pirosakat, Molnár Tamásról pattant ki Zitek. Biztos, hogy látunk ennél jobb lövést is majd a meccsen még. Megint Salac élet, megpattan szöglet. Bartos ment a keresztbe, próbálta elvonni a védőket. Az a baj ez, hogy lehet tudni, hogy Salac lőni fog, mert neki jó lába van, jó a bal lába nagyon. Ez várható, hogy ezt ellövi. Na, pirosak próbálnának fordulni, most 2-3-ban mennek. Hú, viszont egy jó lövés lett a vége. Molnár Tamás. Elkerült a lövés a kaput. Közben itt a menetrend szerinti 19 óra 40-es kapu elvonult előttünk. Véletlen egy kis bemelegítés céljából érkezik meg a kettes vágányra a csarnok túlsó sarkába. Aha, gyerekeknek vitték játszani, így már értem. Szabad rúgással jön közben, hogy a pályán történő dolgokkal is foglalkozzunk, a Boyron homeopátia 1-1-nél. Klémán. Klémán gurítja le. A lövés, így majdnem sikerült belepiszkálni. Sranc rúgja előre, talán egy picit elhamarkodottam, mert Bartos is futott előtte. Óriási csata ott a labdáért. Német. Klémán. Cseh meg volt Sranzban, elakadt szabadrúgás. Vas. Klémán kapott egy picit rövid paszt. Zitek akasztotta meg Klémánt. Nézzük Klémán a két tagú sorfallal szemben, Klémán, és ez is becsúszik Rothauski lábai között. 2-1 megfordítja, ha csak a játékperceket nézzük, akkor 4 perc alatt megfordítja, sőt 3 perc alatt megfordítja az állást a Boyron. Kettő egy a pirosaknak. Hát úgy látszik ez a távoli lövések és a szabadrúgás gólok meccse. Mind a három gólunk távoli lövésből esett, kettőre állású szabadrúgásból. Bartos.
Zitek. Jó volt a csel, de aztán hosszan tolja meg és rá lövik a labdát. Vas, Zitek lökt el, szabad rúgás. Vas, jól húzta meg a szélen, be is teszi középre, Sranc emelte ki, oldalról jött a Bojron, hát átalakult egy kicsit a játékképe, olyan szempontból, hogy elég biztosan tartotta előnyét a sárgamezes alakulat, mint megszerezte, most viszont ki kell valamit találniuk, Galaci, hosszú. Mert a Bojron egyértelműen feljavult, és hát két távoli lövéssel át is vette a vezetést most már, Klémán. Molnár, Klémán, Klémán fordulna le, Rothauszki, Bartos, Galaci, Sranc, Csalac, oda lépett elé, Werber, Bartos, Sranc, így sikerült is befordulnia Ziteknek, de nem talált kaput. Ideig van még a csapatoknak, 31. percben járunk, tehát még azért van sok. Rothauszki hozta játékba a labdát, Galaci. Galaci. Ellövi a hosszú felé, de csak felé. Wittner előre, Sranc fejéről megy a plafonig, úgyhogy oldalról jöhet majd a pirosmezes csapat, Vas. Ott van még, Klémán jön, és be is passzolja. 1-3 most már. 32. perc. És most már van gólunk a kapu közeléből is. Eddig csak távoli lövéseket láttunk, most már más és repertoárba került. 1-3, 32. perc. Galaci, most 4-3-ban vannak a sárgák, de nem tudnak elmenni. Csalad Zoltán takasztja meg német. Mi kell várni a sípot. Csalad. Sranc, Salac, tudja megtartani, Vas, Salac piszkált oda végül. Valahogy meg kellene próbálnia dominálni a Masterplasznak így két gólos hátrányban. Vissza is jött Tiber a pályára. Mondom még egyszer a harmadik, hoppá! Szóval mondom még egyszer, a harmadik helyét ugyanra nem veszélyezteti semmi Masterplasznak, de azért nem ezért az eredményet jöttek pályára, pláne úgy, hogy 5-0-ra nyertek össze, itt közben majdnem összehozott Wittner egy öngolt. Megpattan, újabb szöglet lesz. Bartos, és szép itt is a Masterplast a szöglet után, Bartos gurította be, és Galaci volt az, aki a kapuba vágta. 2-3.
34. percben járunk. Szépen azért elkezdtek potyogni a gólok. Galacinak ez volt ebben a... mekkora lövés. Galacinak ez volt ebben a szezonban egyébként a harmadik találata. Sala Zoltán is rúgott egyet, ő most már 16 gólnál jár. A másik oldalon a duplázó Klímán 9 gólos. Vas Ádám az első találatát jegyezte. Rothauski, Bartos. Rothauski, Galaci. Család Zoltán. Bartos állította meg. Kummert, szabadrúgás félpályától a pirosaknak. Vas. Az túlságosan magas. Tiber. Tiber próbálna ki, bújni majdnem sikerült is neki. Klémán. Galaci. Galaci. Elcsúszott. A szép Klémán. Klémán, jön a kapus. És Rothauskinak ad el a labda. Vas hátra. Klémán. Az Rothauskié. 36. perc. Egészen biztosan 2-3 az állás, nem pedig 1-3, amit az eredményjelző mutat. Tibe. Hozzáértetek szerint valamelyik sárga mezes, mert a Bolyron dobhat. Garber. Tiber. Galaci. Bartos. Rothauski. Galaci. Tiber. Tiber húzogat, de róla megy ki. Most járunk egyébként a második félidő felénél. Vas. Galaci. Salac. Megpattan szöglet. Mit védett Wittner. Gyorsan elvégezte a szögletet Dombi. Aztán Salac lőtt. És ez nagy bravúr volt. Épp akartam mondani, hogy volt már egy szöglet gólja. A Masterclassnak. Majdnem lesz még egy, megint Galaci jött. Ott a felső lécre lövít telibe, aztán nagyon veszekszik Galaci Dombival, hogy nem jött időben a labda. És csúsztatás. Aztán Sranc akaszkodik ott össze. Kummerrel. Hoppá, egy kis lögdösődés is támadt. Látta, mi történt. Aztán Tiber és Vas is megtalálja egymást. Na. Rendet kell rakni egy kicsit. Finoman megkérik
Kummert, hogy menjen le cserével. Meg Sranc is leül cserével. Ó, nem cserével. Mind a ketten kiállítás. Azt hittem, hogy finoman megkérte itt a csapatvezetőket, a játékvezetőket, hogy cseréljék le a két játékos, de nem úgy jöttek le, hanem lementek alapvetően kiállítással. Mindez azt jelenti, hogy 4-4 ellenmezőnyben most. Galaci. Dombi. Most 3-2-ben jönnek a piros mezesek. Rothaus kijött ki. Oldalról jöhet a Bojrom. Klémán. Nem tudott befordulni. Vas. De most Vas és Tíber akaszkodik össze. Őket is te küldik? Igen. Hibátlan. Méghozzá pirossal leküldik Vast is és Tíbert is. Visszaakaszkodott a két játékos. Na hát lesz hely a pályán majd most. Na nézzük, 3-3 ellen, ugye lett hely, kicsit szellős a pálya. 41. perc. Klémán, a lövés elakad. Salac hosszan tolta meg, de még tovább viheti. Galaci. Most viszont a pirosak mehetnek, létszámfölényben Dombinak kell vissza. Futnia, nagyon rossz labda volt. Az nagyon rossz labda volt. Salac. A lövés, Galaci kijön a kapusról. Na, a kétperces büntetések lejártak, tehát most már 4-4 vagyunk pályán. Sranc lövi el, elakad a labda. Salac. Galaci. 42. perc, 2-3 az állás. Ez lecsúszott Galacinak, nem volt veszélyes. A pirosak jöhetnek majd kifelé. Hoppá, ezt elrontották nagyon Galaci. Aztán a kapus javít. Salac. Fogja bent tartani. Csak bejutott középre, bele is kapott Sranc, de ez már nem volt veszélyes, elkerült a kaput. Varga elcsúszott, de még így is tovább tudta tenni. Galaci. Galaci a hosszú felé mellé. Hát igen, jó 7-8 perce maradt a Masterplusznak, hogy egyenlítsen legalább. És természetesen még ennyi választja el a győzelemtől. Ilyen állás szerint a Bojrom homeopátiai együttesét. Salac. Galaci. Megfogja a kapus. Klémán. Klémán át tudja tenni a hosszúra a Varga. Meccslabda lehetett volna, vagy legalábbis fél meccslabda, mert azért még van hátra pár perc. Szépen fordult le Klémán. Varga.
Galaci. Rothausz kis előre somfordált most már. Az a lövés felé, Rothausz kilőtt el. Klémán, Klémán, még mindig Klémán, megfogja a kapus. Nagy védés volt Rothauskitól. Ez meg mellé. Még egy szöglet. Ugye ne feledjük, 4-4 ellenpáros kiállítás miatt. A Bojronból Vas kapott piros labot, a másik oldalon Tiber Szabolcs. Igen, egy kicsit kézzel csinált egy Salad Zoltán, be is fújta a játékvezető. Klémán a labda mögött. Galaci, illetve Dombi a két tagú sorfal. Klémán kijön a falról, Varga pedig elengedi hátra, egészen Wittnerig. Salacról ment ki. Zitek. Klémán keresztezett, dobás lesz. Galaci. Salac. Salac, már mondták, hogy jobban nem lő nyugi, való igaz, ugye az igazi a bal Salacnál, de viszont életveszélyes. Zitek nem tudja átverekedni magát, elveszíti a labdát, és ez így veszélyes lehet viszont. Klémán. Éles szögből egy lövés, szöglet. Ezeket figyelmeztetik. Sarokkal sikerült tovább tenni, Rothausz kizsákmánya lesz, lelassult a labda. 47. perc. De jó 3 perc választ el minket a lefújástól. Salac, Rothausz ki. Galaci. Szépen mozdult be Salac, csak éppen közben már összezártak előtte. Galaci, nagyon határozott szerelés, Galaci, és most, elrontotta Zitek, végig létszám felé, mert mehetett volna most a Masterplast. Ott a forgolódás, kijön a kapus és elakad Rothauskiban. Molnár Tamás lőtt el. Zitek került a földre. Na, bedobással jön a Bojron. Óha! Hát ez nem Rothausz kimeccse, a harmadik kötény gólt kapja. Ennek a szerzője most éppen Garber volt. 49. perc. Kettő-négy, vezet a Bojron.
surrantott a lábak között. És hát nagyjából azért azt feltételező ez az eredmény, hogy eldőlni látszik ez a meccs. Itt 2-3-nál még elég jó esélye lehetett volna a Masterclassnak az egyenlítésre. Ez azonban elmaradt, sőt ők kaptak még egyet most. Sranc. Salac. Galaci. Jó zárta a sarkot Wittner. Az utolsó percben járunk, Salac, Rothauski, kapusnak már van egy gólja a bajnokságban, most előragad. Még mindig ott van, Sranc, ott nem tud ráfordulni, Galaci egy picit hosszan át a túloldalra. Hoppá, érzitek, bevágja az 50. percben. 3-4. Tehát addig jött előre azért a Masterclass, hogy sikerül szépíteni, de hát nem fogja elkapkodni a középkezdést a pirosmezes gárda. Klémán elővi mellé. Most mindenkit felküldenek a sárgáknál, Galaci. Még nem járt le az 50 perc. Ott van még Sranc, belenyúlnak Klémán, nem fogja előni, tartja, és nem lesz már több ebben a meccsben. Itt a vége, még a végén egy kis kakaskodás kialakul itt. Ó, még egy kis verekedés is a végén. No, hát sikerült akkor izgalmassá tenni a meccset itt a végére, ami biztos 4-3-ra nyer a Boyron homeopátia egy igazi rangadószagú meccsen. A pirosmezesek talán egy picit valóban joggal meg is érdemelték a 3 pontot. Kedves nézőink, a végeredménnyel búcsúzunk Pintér Norbert operatőr kollégám nevében is. Masterclass Boyron 3-4, Németh Zoltánt hallották, viszontlátásra!